Az elemszámmal kapcsolatos feltétel az igazából nem is feltétele a lineáris regressziónak, sokkal inkább egy iránymutás, egy guideline arra, hogy azok az összefüggések, amiket mi szeretnénk kimutatni, azok a hatások, amiket szeretnénk kimutatni, azok mekkora elemszámtól lesznek kimutathatóak. És hát a szükséges elemszám mérete az egyrésztről függ attól, hogy hány prediktor változót szeretnék a modellbe emelni, illetve hogy a prediktor változók között mekkora az összefüggés. Nyilván minél több prediktor változót emelek a modellbe, annál bonyolultabb lesz a modell, annál specifikusabb lesz a modell, annál inkább a mintára specifikus lesz a modell, tehát annál nagyobb elemszámra van szükségem ahhoz, hogy a mintában talált összefüggéseket, hatásokat a populációra is általánosítsam. Hatónak tekinthessen. Emellett ugye ez a probléma az főleg akkor kerül elő, amikor a prediktorok nem függetlenek egymástól, hiszen független prediktorok esetében ezek a megmagyarázott variancia részek ezek szépen összeadódnak. De ugye beszéltünk arról, hogy ha a prediktorok között összefüggések vannak, akkor a megmagyarázott variancia részeken osztozniuk kell, tehát elkezdjük a prediktor változókat egyre kevésbé tisztán látni, és ennek megfelelően egyre nagyobb elemszámra van szükségem, hogy akár ezt a kis megcsonkolt magyarázó erőt, ami egy-egy prediktornak még megmarad a modellben, azt még mindig általánosíthatónak tekintsem a populációra. Aztán természetesen függ a szükséges elemszám a hatás nagyságától is, tehát attól, hogy a prediktor változók milyen összefüggésben vannak a kimeneti változóval. Mert olyan hatások, melyeknek mértéke nagy, tehát ahol a prediktor változó jól magyarázza a kimeneti változót, a megmagyarázott variancia rész az nagy, abból még ha viszonylag nagyobb szeletet el is vesz valamely más prediktor változó, tehát hogyha erőteljesen megcsonkoljuk az adott prediktort, akkor is még viszonylag nagy megmagyarázott variancia rész marad neki, amit csak ő magyaráz a kimeneti változóból. Tehát egy erős prediktor változó az a többi prediktor változó kontextusában sem fogja olyan nagy valószínűséggel elveszíteni a magyarázó erejét, és ezért kisebb elemszámok mentén is a hatása kimutatható marad. A gyenge prediktor változók, meg egyébként, hogyha gyenge összefüggéseket szeretnék a modellben kimutatni, tehát a gyenge prediktor változók viszont gyorsan el tudják veszíteni a magyarázó erejüket, úgy, ahogy elkezdünk más prediktorokat a modellbe emelni, hiszen egy picike verseny is már annyira megcsonkolja azt, amit az ő magyarázó erejükből látunk, hogy kisebb elemszám esetén már nem kimutatható a hatásuk. Tehát, hogyha olyan összefüggéseink vannak, amik nagyon egyértelműen, nagyon erőteljesen jelen vannak, mondjuk depressziót szeretnénk magyarázni szomorúsággal, anhedóniával, akkor viszonylag kisebb elemszámra szám is elegendő, hiszen olyan erőteljesen magyarázza a személyek anhedóniája, a személyek depresszióját, hogy igazából nem kell nagy elemszám, hogy ez a hatás ez általánosítható legyen, még akkor is, ha egyébként az anhedónia hatását más prediktor változók is valamennyire lefedik, hiszen más prediktor változókkal is fog versengeni a megmagyarázott változatosságért. Ezzel szemben, hogyha attitűdöket mérünk, mondjuk egy sportolással kapcsolatos attitűdök és sportolás összefüggését szeretnénk nézni, az ugye egy sokkal gyengébb kapcsolat a változók között. Ebben az esetben az elemszámnak viszonylag nagynak kell lenni ahhoz, hogy a hatások azok kimutathatóak legyenek. Alapvetően igaz az, hogy úgy érdemes egy regressziós modellben számolni, hogy a prediktorok száma szorozva 10 vagy 15-tel legyen legalább az elemszámot. Tehát, hogyha egy olyan modellt szeretnél építeni, amiben mondjuk 4 prediktor változót van, akkor abban a regressziós modellben egy ilyen 40-60 főre lesz szükséged. Hogyha elég nagy hatásokat vársz, mondjuk tényleg ilyen klinikai, pszichológiai esetekben, ott gyakorlatilag akár 20 változót is be lehet emelni a modellbe, és akár egy ilyen 80-as elemszám is elegendő maradhat, ezért ez egy elég extrém példa. Közepes hatásoknál
általában ilyeneket szoktunk mi vizsgálni, ott úgy érdemes tervezni, hogy mit tudom, egy ilyen 200 ember kell, egy 20 változóig, ez azt jelenti ugye, hogy változónként egy ilyen 10 fővel számoltunk ebben a modellben, viszont hogyha ilyen attitűdöket vizsgálunk, akkor lehet, hogy szükség van akár prediktor változónként 100 főre is, tehát például 6 prediktor változó esetén akár 600 fős adatbázisra is számít. Ezt úgy is fel lehet egyébként használni, hogy egy kisebb elemszám mentén megnézed azt, hogy milyen korrelációk vannak a prediktorok és a kimeneti változó között, és hogyha azt látod, hogy ezek a korrelációk, ezek főleg a gyenge tartományba esnek, tehát a korrelációs együtthatók ilyen 0,1-0,2-es tartományban vannak, akkor fel kell kötni az embernek a gatyáját, és nagy elemszámokat kell gyűjteni ahhoz, hogy az adott hatások egy regressziós modellben kimutathatóak maradjanak. Ha azt látod, hogy a korrelációid a kimeneti változóval 0,5-0,6-osok, mondjuk például egy ilyen depressziós vizsgálatban ezek ilyen korrelációkat fogunk látni, akkor viszonylag kisebb elemszámmal is tök jó esélyed van arra, hogy ezek a hatások a regressziós modellben is kimutathatóak maradjanak. Aztán természetesen attól is függ, hogy mekkora elemszámra van szükséged, hogy mit akarsz a regressziós modellből felhasználni. Mert a regressziós modell általánosságban maga a predikció, tehát az R négyzetérték és az ANOVA érték, az viszonylag sok prediktor változó esetén is még felhasználható marad. Ami igazából nagyon gyorsan sérül sok prediktor változó esetén, és ami miatt esetleg nagyobb elemszámokra lehet szükséged, az, hogyha a prediktor változók hatását szeretnéd a koeficiens táblában értelmezni. Mert az ott lévő béta értékek és hozzátartozó T-próbák lesznek azok, amik erőteljesen sérülnek akkor, hogyha kicsi elemszámmal és sok prediktor változóval dolgozol. Tehát, hogyha csak magát a modellt akarod használni, csak egy jó predikciót akarsz létrehozni, pszichológiában ez azért ritka, hogy csak ezt szeretnénk, akkor nincsen olyan nagy elemszámra szükséged. Viszont, hogyha ténylegesen szeretnéd átlátni a prediktorok és kimeneti változó összefüggését egy ilyen komplexebb elemzési módban, akkor bizony számolnod kell azzal, hogy nagyobb elemszámokat kell gyűjteni.